kellemes őszi napsütés fogadta a Kefag ZRT dél-kiskunsági erdészetének 46 darabot számláló Dám trófea kiállítását. A sáskalaposi sportpályán idén immár negyedik alkalommal megrendezett szemlére a környező vadászatra jogosult társaságok is elhozták az októberi barcogásban terítékre hozott bikák ékességeit. Visszaemlékezve az első alkalommal is én már akkor azt hiszem megjegyeztem, ez a dámállomány és az itteni szakmai munka, ez még nagyon komoly előrelépés fog tenni, és még provokatív módon még azt is megjegyeztem, hogy még a gúti bikákat is veszélyeztetni fogja. Úgy látszik, hogy egy kicsit előrelátó voltam, és valójában tényleg bekövetkeztek azok a történések, amire mi számoltunk, hogy egy nagyon következetes, nagyon tisztességes, jó munkának meg kell, hogy legyenek az eredményei, és íme az idei év is ugyanezt bizonyítja. A Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT vadászterületeik közül az egyik kiemelt vadászterületen vagyunk. Genetikai állományát tekintve az itteni dámállomány méltán érdemelte ki azt, hogy különleges rendeltetést kapjon ez a terület. Ez egy több mint 11 ezer hektár nagyságú vadászterület, különleges adottságokkal, és büszke vagyok arra, hogy a több évtizedes munka folyamatosan hozza az eredményeket, még akkor is, amikor egy aszályos időszak, egy vadat különösen zavaró mozgás, egy migráns áradat után sikerül megtalálni a vadnak azt a területet, azt az élőhelyet, amibe belakta magát. Nagyon elégedetten mondhatom, hogy az itteni dámállomány évek óta bizonyítja, hogy jó döntésnek bizonyult az, hogy 34 évvel ezelőtt a területre telepítették, nagyon jól beilleszkedett ebbe a buckás, egyébként száraz vidék életébe is, és megtalálta a helyét. Az élőhelyhez, főleg a kiskunságban hozzátartoznak a megfelelő itatóhelyek. Az ivóvíz és a táplálék. A ráadás az a zavarásmentesség lenne, vagy a csekély zavarás. Én bízom benne, hogy a következő években ez is meg fog valósulni. Az idei kilövési számunk úgy alakult, hogy 29 lapátos dámbikát sikerült eddig terítékre hozni. Ebből 22 volt az érmes. A 22 érmesből 18 aranyérmes, 3 ezüst és 1 bronzérmes minősítést kapott. Mint minden évben, nagyon jelentős a 200 nemzetközi pont feletti lapátos bikánk, az idén is 8 ilyen bikát sikerült terítékre hozni. Tehát a jövőbeni célunk, hogy az itt található dámállomány törzsállománya 700-750-ben stabilizálódjon, ez a mennyiség biztosítja azt, hogy a genetikai érték kiemelkedővé válhasson, hiszen a mennyiség és a minőség összhangban lehet. Igen fontos, hogy a tavalyi évnél több volt az idősebbik, a 10 évet meghaladó, a 10 és a 16 éves korosztály az idén 16 bikát számlál. Valóban a dobogó csúcsait ostromoljuk, bizonyítja ez a 18 darab aranyérmes trófea, bizonyítja az 5 kg súly fölötti 4 darab trófea, és hát bízom benne, hogy a megfelelő szakemberek is, akik itt a térségben dolgoznak. Köszönöm szépen az ő munkájukat, és további szakmai sikereket kívánok mindannyiuknak, akik itt a térségben gazdálkodnak.